Nem sokára itt a gyereknap, meg is ünnepeljük ma elsőként két tehetséges lány vendégünkkel. Itt is ül velünk Kádár Killa, korosztályának országos tékvandó bajnoka. És Varró Ágota, tehetséges zongorista, Marosvásárhelyi Művészeti Liceum tanulója. Köszöntünk titeket, sziasztok! Sziasztok, sziasztok. Hogy érzitek magatokat? Várjátok a gyereknapot? Igen. Igen? És mit szoktatok ilyenkor gyereknapon csinálni? Elmegyünk kirándulni. Családdal, igen. Uh-huh. Ez különlegesebb ez a nap amúgy? Gondolom, egy átlagos nap, ilyenkor nem tudom, esetleg elhalmoznak ajándékkal titeket a szülők, vagy jobban kényeztetnek. Inkább néha elmegyünk fagyizni. Aha. Akkor azt jelenti, az év az másik... Az én gyermekkoromban is ez volt. A fagyizás? Igen, családi fagyizás. És évközben nem fagyiztatok, akkor azt jelenti, vagy csak akkor? Az én gyermekkoromban a fagyi az unikum volt. Uh-huh. Az, igen. Ehettünk egy lengyel fagyit, uh-huh. az egy csodálatos nap volt. Uh-huh. Igen. És kirándulni hol szoktatok, Ágota? Mindig más helyre megyünk. Szeretsz kirándulni? Igen. És szoktatok arra gondolni, hogy milyen jó lenne egyszer felnőttnek lenni? Nem lennének szabályok? Hát nem tudom, szerintem gyereknek sokkal könnyebb és jobb lenni, mert hogy nincs egy csomó dolgod. Én nem nagyon várom, hogy felnőtt legyek. Ja, egyet értek amúgy veled. Én is úgy visszamennék amúgy, annyi lennék, mint most, mint ti. Úgyhogy szerintem kicsit ki kéne jobban tolni a gyerekkort, nem? Örök gyereknek maradni. De igen, de tényleg úgy, ahogy mondtad, hogy nincs nagy felelősség, úgyhogy inkább maradjatok mindig ilyen aranyos kis tehetséges gyerekek. És Killa, te egy szófogadó lány vagy? Hát, azt anya vagy, hogy mondja. Minden úgy történik, ahogy anya és apa kéri? Nem tudom. Soha nem szoktál ellent mondani, hogy ha én egyszer felnőtt leszek, akkor majd éjszaka 11 óráig is filmezhetek. Van olyan, amikor addig felmaradunk a családdal egy ilyen filmnézéskor, de hát igen, azért elég le kell feküdjünk. És reggel milyen az ébredés ilyenkor? Nehéz, mindig nehéz. Iskolában úgy szerettek járni? Szeretetek az iskolát? Én igen. Igen? Na, és melyik a kedvenc tantárgyatok? Matek. A mateget matek. Szereted? Ó, hát ezt nem mondtam volna, mert aztán a zongora, nem? Egy kitűnő zongorista, és a igen, mateket igen, is szereti. Igen. Amúgy van kapcsolódás közötte, úgyhogy azt mondják, hogy mind a két agyféltekét használják zongorázás közben, úgyhogy van ebben ráció. Killa, neked? Az iskolát nem nagyon kedvelem. És hát, de a tornórát igen. Hát igen, azt igen. És amúgy ti mióta zongoráztok, illetve tékvandóztok? Meséljetek egy kicsit nekünk erről. Én egy éve. Egy éve, akkor most kezdted, igen, Killa. Még lassan 6 éve tékvandózott. 6 éve? Húha. És nagyon szeretem, a csapat is nagyon jó. Uh-huh. És hogy talált meg ez a sport? Ajánlotta anyu, apu, nem. Vagy egyszer? Nem? Az osztályban voltam, azt hiszem, nulladikos, és bejött egy nagyon magas fiú az osztályba, felrugott a kazán tetejéig, és kiosztogatta a tékvándós lapokat. Még el nem tudtam olvasni, mit ír rajta, de hazavittem anyáiknak, és hát akkor kértem, hogy vigyenek el. De akkor nem kell féljünk tőled, ugye? Hogyha találkozunk az utcán, vagy valami, akkor... És most jelenleg milyen öved van? Hát nekem piros-kék övem van, de lassan jön az ővizsga egy hónap múlva, azt hiszem, és akkor ugrok a piros övre. Húha. 2-3 héttel ezelőtt megnyerted az országos bajnokságot a saját korosztályodban. Te vagy most Románia bajnok a tékvándóból? A saját korosztályomban, azt hiszem, igen. Uh-huh. Gratulálok, ez nagyon-nagyon szép teljesítmény. Mennyi edzéssel jár ez a sport? Hát... Elég sokat kell azért edzeni hozzá, de nem nagyon sokat, hanem így szoktam hetente 4-5-ször menni, amikor úgy uh-huh. vannak edzések. És Ágota, te sokat szoktál gyakorolni? Mert azért a zongorához ugye sokat kell játszani. Hát... Helyel közel? Úgy azért helyel. Naponta kb. Mennyit? Egy fél órát, órát, esetleg 10 percet? Egy fél óra. Fél óra. Na, az úgy kezdettek egészen jó. Tékvándó az nem kimondottan egy lányos sport. Nem félsz néha attól, hogy megrúgnak, megsérülsz? Te egy kemény lány vagy? Nem tudom, nem túl jó, amikor megrúgják a sisakomat, és benne van a fejem, tehát, hogy... De
megszoktam már, plusz, hogy vannak védők, van sípcsont, alkar, lábfej, csuklóvédő, itt a testünkre veszta, mellény is, a fejünkre. Mm. És nem csak a fejünkre, hanem van egy ilyen maszk is, tehát az edzők azért vigyáznak rá. Tehát fogvédőtök is van? Uh-huh. Azt a versenyen szoktuk használni, amikor edzésen küzdünk, akkor nem. És Ágota, te úgy tudom, hogy az állatokat is szereted, ugye? Melyik a kedvenc állatod? A kutya. A kutya? Van is esetleg kutyád otthon? Igen. Igen? És hogy hívják? Benji. Benji. Milyen szép neve van. És úgy tudom, hogy, hogy táncolni is szeretsz, néptáncolni, ugye? Igen. Mit szeretsz a néptáncban? Hát... Hogy együtt vagytok, esetleg gondolom páros táncok is vannak a fiúkkal. Milyen típusú néptáncokat szoktatok ugye tanulni, gyakorolni? Mindenfélét akkor. Jó, finom vegyeset, gondolom. És van párod a táncban? Vagy még egyedül táncoltok? Hát, Nincs. Majd később. Milyen egy verseny előtti hangulat? Nagy izgalommal jár? Igen. És hát én nagyon szoktam izgulni, és hát amikor megkérdeztem a srácokat az edzésen, és a tékvándos társaimat, ők is izgulnak, de meg szoktuk egyenást nyugtatni, mert hogy nagyon jó barátok vagyunk ott a tékvándónál. Na és gondolom, az a legjobb, hogy... amikor egy jó csapatban lehet. Egy nagyon jó társaság, és az edzők is szuperek. Na és gondolom, hogy a zongora és a tékvándó mellett azért gondolom időt is szakítotok magatokra, a szabadidős tevékenységekre. Például a rajzfilmet szerettek nézni? Szeretitek a rajzfilmeket? Vagy már nem? Nem hiszem, hogy nem. Ágota? Van kedvenc rajzfilmed? Vagy esetleg mesehősöd? Nincs. Nincsen? Neked, Killa? Én kicsikoromban imádtam Tom és Jerry. Azt én is imádtam. Mi is, pont a múltkor beszéltük róla. Most apa inkább filmeket szokott berakni esténként. És várjátok amúgy a nyarat? Igen. Most mindjárt itt a nyár, van valami, melyik a kedvenc évszakotok amúgy? A nyár, talán mondhatjuk, a nyár? Ősz. Én is az ősz szeretem amúgy. Miért szeretitek az őszt? Olyan szép, színes. Aha. Nem tudom. Igen, a színeit én is szeretem. De bennem az ősz egy kicsit az elmúlás, én a nyarat szeretem a legjobban. Szeretek azt én is, jókat igen. Kirándulni. Tényleg, te szeretsz utazgatni? Igen. Tengert is nagyon szeretem. És mondjuk azt, gyertek egy kicsit álmodozzunk, mondjuk azt, hogyha például nyithatnátok valamikor egy üzletet, akkor vajon abban az üzletben mit árulnátok ti? Mondjuk kapnátok, nem tudom, csomó pénzt, mit árulnátok abban az üzletben? Gondolkodtatok valaha ezen? Killa? És lehet tékvándó felszereléseket? Én csokit. Csokit? Én szerintem valami ételt. Ágota, Killa? Valami ételt esetleg? Mi a kedvenc ételed? Hát, a spagetti. A spagetti? Na, akkor nyithatnál egy ilyen spagetti ételt. Milyen spagetti? Bolonyai, sajtos, carbonara? Hát, a tonhalas. A tonhalas. Na, nagyon finom. Azt az egyedül, amit én nem szeretek, a többit is szeretem. És téged, Killa, mivel szokott anya és apa kényeztetni otthon? Mikor azt mondják, hogy kislányom, mit szeretnél lenni, hogy mit szeretnél csinálni? Hát van egy ilyen nagyon finom lazanya, azt anyu nagyon olyan finom megcsinálja, az a kedvencem. És hogyha nyernétek mondjuk az ötös lotton nagyon sok pénzt, akkor mit vennétek belőle? Hát ha mondjuk felnőtt lennék, akkor egy állatorvosi rendelőt. Ez milyen szép. És most annyi idősen amennyi vagy most? Van egy kutyám, Kagának hívják, és hát neki egy ilyen kicsi, ugyanolyan fajtát, mint egy kicsi orosz terjert, hogy majd legyen társa. De még amúgy jutna 1000 is belőle. Többet is vehetnél. Valami mást esetleg, nem tudom, a családnak, világnak esetleg, az iskoládnak, csapatodnak. De a tékvándó csapatnak igen. Ágota, te mit vennél amúgy? Gondolkoztál ezen? Ha lenne nagyon-nagyon-nagyon sok pénzed, mi az, amit a legjobban, legszívesebben megvásárolnál?
Például egy csoki gyárat, ezen gondolkodtál? Vehetnél egy csoki gyárat esetleg? Nem? Nem szeretnél egy csoki gyárat? Saját Mikulást. Akár. Vagy egy magárepülőgépet, és akkor azzal oda utazhatnál, ahova szeretnél. Nem hangzik rosszul azért, ugye? Anyunak egy szép ruhát. Na. Nem tudom. Meg, és akkor majd utána visszahívunk, és elmondod, hogy mire költöttél. Mind a ketten nagyon szeretitek az állatokat. Arra gondoltatok egyszer, hogy milyen jó lenne tudni állatnyelven? Vagy hogy vajon mit mondhat a kiskutyám? Igen, sokszor gondolkoztam, és hát egyszer, amikor kisebb voltam, megkérdeztem anyát, hogy nem elétezik kutyafordító nyakköv. Az milyen jó. És rárakod a nyakára, és akkor a kutya ugat, és akkor mond valamit magyar. Jó lenne tudni, hogy mit mond. Igen. És ha például neked Ágot a plüss, az egyik plüss állatod mondjuk beszélni tudna, akkor szerinted vajon mit mondana neked? Van kedvenc plüss állatod? Van egy kutya. Aha, és vajon mit mondana neked, hogyha mondjuk egy nap beszélni tudna? Elbeszélgetnél vele szívesen? Igen. Biztos, hogy igen. Mi a legviccesebb dolog, ami történt veletek eddig életedben? Emlékeztek ilyen jó sztorira, amelyen nagyon sokat kacagtatok? Hát nem is tudom, olyan sok vicces és vagány sztori volt, hogy nem tudom már. Na, mesélj el egyet. Nem is tudom. Vagy mikor nevettetek legutóbb egy nagyon nagyot, amikor már úgy nevettetek, hogy már majdnem fájt a hasotok? Emlékeztek erre, Ágota? A suliban. Suliban? És mi történt akkor a suliban? De szóli órán verses nap volt, és akkor mindenki elmondott egy verset, és én elmondtam egy vicces verset, és végig röhögtem az egészet. Van olyan dolog az életetekben, amit olyan jó lenne megtenni, de nem szabad? Olyat, amit tudjuk, hogy jaj, nem, mert mondjuk bünti jár érte, de mégis megcsinálnátok. Nem hinném, hogy ezért bünti járna, csak anya nem engedni, mert nagyon félt engem. Uh-huh. Hát ilyen, nem tudom, ejtőernyőznék egyet ilyen magasra, vagy nem. Az nagyon izgi. Te egy nagyon bátor, kemény lány vagy. Ágota, te lenne olyan, amit kipróbálnál, de eddig nem szabad? Nem lehet, nem szabad? Hát, hogy húzza hajost el ott a hátul a úgymond ejtőernyőféle valamivel mész hátul levegőben. Ezt ki szeretném próbálni. Na. Például olyan dolgokat, hogy kihagyni a sulit, mikor nincs rá okunk. Ja, ilyet nem szabad mondani. Nem, mindig menjetek iskolába rendesen, becsületesen. Arról beszéltünk, hogy ha. Csak hangosan gondolkodunk. Te sokat loktál a sulipon? Nem, soha. Kitűnő tanuló voltam. Pimadal. Kikérem magam. Jó, bocsáss meg, kérlek. Amúgy ti gondolkod... a fiúk. Titeket szoktak bosszantani a fiúk néha? Igen. Engem tivadar, igen. Igen. Ezt majd megbeszéljük adás után. Nem, másképp nagyon szeretjük egymást, néha viccelődünk mi is. Na, de ti amúgy gondolkodtatok-e azon, hogy amikor felnőttök, mondjuk akkor mik szeretnétek lenni? Igen. Mi szeretnél? Állatorvos. Tessék? Állatorvos. Állatorvos. Ú, és te, Ágota? Hát, nem tudom, de én is lennék állatorvos. Akkor hagynátok a zongorát, igen. Tékvándóval mi lesz? Hát az marad hobbinak, én ezt nagyon szeretem, és nem szeretném abba hagyni. És nem szeretnél lenni egy híres tékvándó edző? Vagy olimpiai bajnok, akár például. Aranyérmes olimpiai bajnok, nem? Na. Hát az is egyszer eljöhet, de nem tudom. De ez itt az üzenet szeretettel, és itt lehet jó kívánságokat küldeni. Anyunak, apunak, nagymamáéknak, testvérnek, kutyusoknak. Szeretnétek valakinek üzenni? Adásunkon keresztül? Nem tudom, a nagymamámnak szeretnék, mert hogy ő azt akarta, mert hogy szeretné nézni majd ezt az egész adást, és hát nem tudom, mit üzenjek neki. Hát süssön valami finomat. Igen.
Majd legyen mindig boldog, legyen vidám, egészséges. Na, de mit üzen Killa? Valamit üzen neki. Csináljon nekem kását. Jó. Ágota, te valakinek szeretnél üzenni esetleg? Hát a nagymamának, hogy soha többé ne izguljon. Szokott izgulni? Igen. Érted? Hát értem. A testvéremért, az unokatestvéreimért. Hát biztos szeretetből teszi. Igen. Mert nagyon szeretnek titeket, és azért izgulnak. Készültünk mi is egy kis ajándékkal nektek, gyereknap alkalmából. Boldog gyereknap. Boldog gyermekkort kívánunk nektek. Gyertek még hozzánk. És nagyon jó tanulást kívánunk. Boldog gyereknapot nektek.